Elnézést kérek a talán túl mélyrehatoló és részletes bevezetőért, mert eddig talán még kevés embernek derült ki, hogy a kápolna miatt vagyok itt. De ahogy mondtam, jó a dolgok eredetét végig tekinteni, a múltat, és akkor megérkezünk a jelenbe. Nem egészen a jelenbe, hanem 2019. januárjában, amikor beadtunk egy pályázatot, mert Makovecz Imre egy évvel a halála előtt rajzolt egy egészen pici 72 négyzetméteres kápolnát kifejezetten ispánknak, és az instrukciói között ott volt, hogy ez a kápolna azon a helyen fog kiemelkedni, ahol 4500 év misztérium történéseinek az energiái nagy erővel élnek, mert ide települt egy szellemi kör, létesült egy szellemi iskola, amelyet a Mikhail korszak szellemiségét hordozó emberek hoztak létre. Éppen ezért ez az épület meg fogja jelentetni az anyagban, jelen esetben gerendában, a múltnak azt az esemény sorát, ami átemelhető lesz a jövőbe a szellemi emlékezés útján. Az épület formája és a benne lévő hét fal freskói minden belépő számára megadják azt a visszatekintést a múlt történéseire egészen napjainkig, és megadják azt az érzékelést, hogy a történelmi események, energiái ma is itt vannak velünk. Aki emlékezni mer ezekre az eseményekre, újra teremti magában ezeket az eseményeket, és kivonhatja belőlük azt az energiát, amiből megtörténtek a Földön. Ez egyébként minden emlékezetben ott van, ez egy energiaforrás. Ő úgy gondolta, hogy egy ilyen misztérium térben az emberek ennyi évi közös munka után kinyithatnak egy ajtót bárki előtt, aki belép ebbe a cseppnyi kápolnába, és végig haladva, még ha nem is volt ismerős a szellemtudomány konkrét fogalomkészletével, alapvetéseivel, érzésvilágában meg fog jelenni az, amit keresve ő eljutott ispánkig. Tehát itt sorserőkre támaszkodva egy centrumot hozunk létre, ahol ég és föld úgy ér össze, hogy teljesítünk egy ígéretet, amit Makovecz Imrének tettünk. Na most minden ígéret teljesítése az egy szellemi tett. A teljesítés elmaradása vákumot képez, amelyben az ármány erői fognak beköltözni. Ez a legnagyobb történelmi események sorában százszor megtörtént már, és éppen ezért nekünk végtelenül komolyan kell vennünk ezt az ígéretet, és tudjuk, hogy kinek kell vele elszámolnunk. Apró épület, különleges anyag, vörös fenyőből fog felépülni, hogy jó sokáig megmaradjon. Két kupolás, ami visszavisz bennünket egy misztérium templom sorsába, amelyet annak idején a szellemtudomány megalapítója, dr. Steiner épített fel a Jura-hegység lábánál, egy Dornach nevű falu mellett, és amelyet 1922. december 31-én felgyújtottak, és porrá égett. Amit adni akart az emberiségnek, az felkerült az étervilágba. Makovecz Imre, aki nyíltan elmondta, hogy az ő egész életének az alapja és tengelye dr. Steiner szellemtudománya, egész életében, minden épületében ezt az épületet akarta valamilyen formában, metamorfózis által, de visszaidézni a Földre. És most ebben a két kupolás épületben egy újabb kísérlet történik arra, hogy azt a bizonyos két kupolás épületet, amely a modern misztériumok temploma lehetett volna, kicsiben, magformában megjelenítsük egy olyan misztérium térségbe,
aminek a történetéről talán Makovesz ismerte a legtöbb részletet. Tehát bizonyos értelemben a világ sors szempontjából, Ispánk utolsó 33 éve szempontjából, a mi Makovesz Imrével való kapcsolatunk szempontjából, szellemileg ez teljes mértékben rendben van, engedelmesen a sors törvényeinek. Ebben nincs hamis elem, és nem is lesz. Amikor elindultunk a tervvel, Imre már 5 éve a szellemvilágból suttogott, aztán megjelent a Covid, egy élő pályázatunk elindult 2020. április 16-án, amiből megszületett a látványterv, amit felszögezve láttok a táblán, és a következő lépésnél a hatalom különböző szintjeiről már azt kaptuk vissza, hogy sajnos most a Covid-ra kell koncentrálni. Ami számomra a materializmusnak egy csodálatos, okirattal díszíthető deklarációja volt. De nem is vártam mást. A hatalom szelleme, az ármány küzd a szellem hatalmával, mert ez történik. Közép-Európa sorsa is ezért olyan drámai, hiszen az itt megjelenő kultúrcsírát kellene minden módon elpusztítani. Ezért vagyunk mi a szálka a köröm alatt. Ezért vagyunk mi a seb az oldalában. Ezért vagyunk mi a bot, amit a kerék küllői közé teszünk. De hát ezt tettük 56-ban is, 1956-ban, amikor 9 éves voltam, és emlékszem, hogy akkor milyen eseményeket éltünk át. Akkor 11 napra, ahogy Makovesz mondta, alászállt a magyarok arkangyala. Makovesz Imre 21 évesen vitte a műegyetemiek zászlaját a Petőfi szoborhoz. Aztán 2 évig bujkált, mert ki akarták végezni. Folyton arra gondolt, hogy a magyarok akkor mutattak valamit Európának és a világnak, megmutatták a bolsevizmus igazi arcát akkor, amikor jóléti államokban diákok kis piros zászlócskákkal tüntettek, hogy milyen emberarcú ez a szocializmus. Mi megmutattuk, hogy milyen arca van a szocializmusnak. Európa ebből azóta se tért magához. De azt is megértük, hogy éppen azért, ami velünk történt 56-ban és utána, mi ma már immunisak vagyunk a bolsevizmus szellemi erőivel szemben. Ismerjük suttogásukat, kiabálásukat, ismerjük a mézbe mártott szavakat, és tudjuk, hogy milyen erő munkál mögöttük. Tehát rajtunk nem fog. A nyugat viszont éppen most hajol földig, a régi ordas eszmék előtt, és ezt nekik is át kell majd élni. A pályázatunk egészségesen indul, aztán jön a Covid, amiről már mondtam, hogy felfokozta a félelmet, és a materialista ember, aki nem ismeri a szellem teremtő hatalmát, az mit fog ilyenkor mondani? Hát nagyon sajnálom, de most erre nem jut pénz, mert meg kell teremtenünk egyéb területen az élet alapot. És ha erre azt válaszolod, hogy az élet alapja a szellem, és minden gazdagság, és minden előremenetel a szellemből származik, az anyagi gazdagság is, akkor kiderül, hogy ez csak szájszolgálat szintjén hangzik el. Tehát ebbe akkor úgy ütköztünk bele, mint egy falba. Azt is tudtuk, hogy nem fogjuk abba hagyni. Aztán észleltük, hogy Makovesz Imrének nagyon sok hódolója és barátja volt, de volt nem egy ellensége is. Aztán ez a pályázat került olyan kezekbe, nem a legmagasabb szinten, de majdnem, ahol 2-3 hivatalnoknak támadt egy ötlete, hogy talán bele kéne tenni egy elemet ebbe a pályázatba, ami nincs benne. Ezáltal a pályázat megint félre lett lökve. Mi csak utólag tudtuk meg ezt a mesterkedést. Tehát szembesültünk ármány hatalmával. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ember abba hagyja a dolgot. És próbálkoztunk voltak éppen 3,5 éven keresztül. És mindig az éltetett bennünket, hogy minél nagyobb az akadály, és az emberi sorstörvényeknek az alapja, hogy az egyéni életedben, a nemzeti sorsodban minél nagyobb akadályt kapsz, az semmi másnak nem a jele,
mint a szellemvilág feltétlen bizalmának, hogy ez a magasított akadály most már végképp előhozza belőled azt a plusz erőt, ami a megpróbáltatás nélkül nem fog előkerülni, mert a modern ember jól lakott, unatkozó és kényelmes lett. Tehát ezt vonatkoztattuk erre a pályázatra is, és egy darabig ez éltetett bennünket, de aztán bennünk is elért egy olyan szintet, hogy nem engedhetjük meg, hogy ne történjen meg. És ekkor támadt az az ötletünk, hogy legyen ez a kápolna annak a Szent Mihály katedrálisnak, ami a Makovec életmű koronája, és ami szintén papíron már létezik, az utolsó belső tervekkel együtt. Melokkó Miklós kifaragta mind a 200 angyalt, akik arra a 4 toronyra majd fölkerülnek, mert Európa közepén meg fog épülni a Korszellem katedrálisa. Soha senki még nem épített a Korszellemnek katedrálist. Közép-Európa meg fogja tenni, ebbe bizonyos vagyok. De ez a kápolna, ez a mag, mert minden katedrális egy kápolnából nő ki. Ahogy minden szellemi tudás, az emberben először egy pici mag, és aztán az ismeretek óvatosan rakott, időben szabályozott tornyaiból kiemelkedik az ember életének, szellemi lényének katedrálisa. Sokféle katedrális van a világon. A mi dolgunk ez a kápolna. És akkor határoztuk el, hogy alulról fog megépülni, nem a hatalom csúcsáról. Ott nincs rálátás a szellem irányába, és túl sok az olyan kéz, amelyik más erőt szolgál a kezével, mint amit szolgál a kimondott szavával. És ekkor döntöttük el, hogy az emberekhez fogunk fordulni. Ispánk, mint misztériumtér, közép-európai missziót hajt végre abban a régióban, ahol 4,5 ezer év múltja éteri erője támasztja a földi erőfeszítéseket. Ez az erő ott van Ispánk egész éteri aurájában. Ott van az elemi élet szépségében, gazdagságában. Most, hogy újra csoportokat fogadok, mindenki szédülten járja be a falut, mert akkora szépség van benne. De ez a szépség az étervilágból zuhog alá. A fények, a párák, a hajnal, a naplemente. Csodálatos Ispánk. És 116-an élünk benne. Tehát egy apró zsákfalu alkalmas arra, hogy a térképen alig lévén a misztériumok hazája legyen. A 33 évű munka ebben fog folytatódni. De itt az ország minden tájáról jönnek majd, és talán Európa minden tájáról, mert sehol Európában nem épült még gerendából kápolna. Valamikor, a lányomtól tudom, valamikor a vikingek építettek ilyen kápolnákat, és némely norvég erdőségben még meg lehet találni a romjaikat. Nos, ez egy borona kápolna lesz, az őrségi ember boronából, gerendákból építkezett. Amikor belép az ember a 7 hatalmas freskón, 4,5 ezer év történelmi eseményeivel fog találkozni, a képek felső harmadában az égi világ, az aktuális arkangyalok, a kerubok, a karma urai működése, a kép középső harmadában a földi történések, események, és az alsó harmadban az ellenérdekelt erők állandó törekvése arra, hogy újra és újra csak lefelé nyissanak ajtót az emberiség számára, és amely nem fog sikerülni. Éppen azért, mert ilyen kápolna épül. És éppen azért, mert Közép-Európa ismeri a feladatát. És aki ezt a sort végigjárja, olyan impressziókat fog kapni, ami részben megfelel a képességének, mert a mai ember, látjuk, képekből él. De egyet nem szabad elfelejteni. Ezek a képek nem fognak rázáporozni senkire. Ezek a képek hívják a szemet, mert tudják, hogy a szem nem tud látni, ha nem tud megpihenni azon, amit néz. Ezért a ránk zúdított hatalmas mennyiségű villámsebes képekből az ember semmit nem dolgoz fel. Minden, ami képernyőről árad felénk, elnézést kérek, beleértve a net különböző fórumait, az nem emberi találkozások helye, nem gondolatcserék helye, hanem elsősorban és mindenek felett
tulajdonképpen elektronikus hallucinációk. Mert ember és ember csak akkor találkozik, amikor az aurák is találkoznak. Amikor ember és ember őrszelleme egymással találkozik egy találkozásban. Vagy egy ilyen teremben. A halottak élénken figyelnek, és úgy rendeződnek egy ilyen gyülekezet köré, mint a morzsára repülő éhes madarak. Mert a földről feléjük szellemi ideák most az emberiségből áradnak. Tehát ez a mi közös feladatunk. Ami pedig a kápolnát illeti. Ez a kápolna körülbelül 300 millió forintba kerül. Nem hiszem el, hogy nem találunk annyi embert, aki meghozza a maga mércéje szerint azt az áldozatot, amit ő meghoz. Nem fogja tudni, hogy milyen lépést tesz a sorsa szempontjából, de a sors majd megmutatja. Semmilyen mércéje ennek az áldozatnak nem lehet, mert mi mindenkit hívunk, de senkit nem hívunk név szerint. Annyit viszont meg fogunk tenni, hogy aki akár a persejbe beleteszi azt, amit most megengedhet magának Makovec kápolnájáért, akár átutalást tesz a számlánkra, hiszen van egy pályázati számlánk a Makovec kápolnára, annak a nevét bele fogjuk vésni a gerendázatba. Tehát kívül is, belül is a gerendázaton nevek fognak állni. És ezek a falak állni fognak sok-sok száz évig. És az európai középből kinő ebből egy olyan hatás, ami tulajdonképpen a második 56. Akkor fegyverekkel harcoltunk, ma a gonosz felismerésével, megnevezésével harcolunk, és teremtünk egy olyan szellemi atmoszférát, amitől az ellene felvonuló erő önrombolóvá válik. Magára ismer és elhanyatlik, hiszen a sötétségnek is mi az egyetlen reménye, hogy fényre kerül. Előbb vagy utóbb fényre kerül. Makovec sokszor nevezte az ármányt, az anyag és a hazugság fejedelmét Isten neurotikusának. Sokkal idegesebb, mint az ember az aggodalmaiban. Igen, mert ha felismered, akkor elveszed az erejét. Nem kell harcolni, csak megmutatni. És amit ő lerombolt a világ egyik pontján, azt felépítjük a másik ponton. Teremtünk egy ellenpontot. És még 200 évig Mikhail kezében a mérleg. És méri a világ állapotát, az ember szellemi törekvéseit az egyre növekvő sötétségben, és az ellenerők diadalmában, és lázálmában, hogy minden az övék. Amikor Davosban összeülnek a jövő mesterei, az ő saját varázshegyükön, és elkezdenek aggódni a világ azon problémáin, aminek nagy részét ők idézik minden évben a világra, akkor az ember arra gondol, hogy azért már látszik a dolog. Lehet, hogy ők a jövő mestereinek tartják magukat, de Makovec az életmestere volt. És mi ezen az úton próbálunk Közép-Európában most egy olyan 56-ot szellemileg, ami nem fegyverekről szól, hanem a szellem forradalmáról. És egészen biztos vagyok benne, és ezt 33 évi munkámmal tudom igazolni, hogy a magyar lélekben megvan az alap, hogy felvegye ezt a szellemi képességet, gyakorolja, fejlessze, és adja tovább a világnak. Kelet felé, ahol várakozik a következő Atlantis utáni korszak, a hatodik korszak emberisége, az orosz kultúrcsíra. Az orosz néplélek mélyén egy olyan krisztusi látás, felismerés munkál, amiről mi Európának ezen a táján alig tudhatunk valamit. De az oroszok még várakoznak a nyugattomból, mi pedig a kettő között állunk, mint híd. De hidat építeni most elsősorban és individuálisan, vertikálisan lehet. A füzet, amit csináltunk, én elneveztem útlevélnek Makovec Imréhez, de ezzel csak vertikálisan lehet utazni, horizontálisan nem. Viszont nem kell hozzá vízum. Csak szellemi tudás, amit tanulással meg lehet szerezni. Ispánknak ez a missziója. Aki jönni akar, várjuk. És amit át lehet adni az induláshoz és a tovább gondozáshoz,
Azt megtesszük. De a felelősség minden egyes emberé, hogy amit kapott, mint egy aranyrög, óvja a kezébe, de sose csukja össze, hanem árassza a világ felé. Amit megtudott, azt adja tovább a világnak. Én ugyanezt gondolom erről az útlevélről. Beleírtam mindazt, amit el lehet most mondani Makovecz Imréről. Adjátok tovább. Benne van a kápolna részletei, benne van a lehetőség arra, hogy adományozzunk, és legyen ez egy olyan kápolna, amit teljes mértékben az emberek építenek fel. Hát ez a mi szociális kísérletünk, de azt is mondhatnám, hogy a szellemtudománynak az az aktualizálása, ami egyszerre foglalja magában a luciferi önzés legyőzését, az arimanikus bizonytalanságot és anyagimádatot, és végül annak a tudását, hogy ezzel a tettemmel a sorsomnak egy olyan távlatot nyitok a jövőben, amely benne lesz a világkarmában. Tehát általam megvalósul valami a Földnek azon a részén, ahova én születtem, ahol élek, és amely földrésznek megtudtam a szellemi misszióját. Én belépek ebbe a misszióba a magam felismert képességei, tehetségei, lehetőségei nyomán. Erőfeszítés, áldozat, a saját képesség reális fölmérése, és az ember elindul, és végre valami, amit nem magamért teszek, non nobis domine, ahogy a templomosok énekelték. Tehát ez készül Ispánkon, és én ma azért jöttem, és megyek, nagyon sok helyre fogok menni, ugyanígy megszólítok mindenkit. Aki már ismeri Ispánkot, az adja tovább, vigye a füzeteket, vigye Makovecz levelét, és kezdem látni, hogy miért sokkal jobb a helyzet, mintha ezt felső intésre, az első év végére avathattuk volna ezt az épületet. Mert így az egész országban szerde szállnak az útlevelek, megismerik Makovecz életét, megismerik a testamentumát, amit Ispánknak hagyott, és ezáltal, mire megérkezik a kápolna, az országból mindenünnen ismerősen fognak jönni az emberek. És azt mondják, hogy megvalósult általam is. Tehát ez lenne ennek a találkozásnak a célja. És még egyszer, bocsánat a túl hosszú bevezetésért, de azt is figyelembe kell venni, hogy mindig úgy kell beszélnem, hogy aki először hall ezekről a dolgokról, az is felfogjon belőle valamit. Amikor jöttem, még küldtek utánam kérdéseket, és talán befejezésül erre mutatnék rá még csak néhány szóval, hogy háború, gender elmélet, könyörgöm, amikor az ember elfelejti önmagát, tényleg fáról lekecmergett, szőrtelen majommá válik, és úgy is fog viselkedni. Ez egy önbeváló profécia. Ezt is tudjuk. Aki a nemi ösztöneiben keresi az identitását, annak a démonikus következménye, hogy fogalma se lesz önmagáról, hogy kicsoda is voltak éppen. És az ármány különös diadala az, hogy a szavak kiforgatásával ezt valamiféle előítélt mentességé, magasrendűségé lehetett kozmetikázni. És ha nekem nem hiszitek el, akkor felolvasnék három sort, négy sort 1918-ból Rudolf Steinertől, a mai világra vonatkozólag. Uh-huh. 1918. március, még tart az első világháború. A szellem nélküli életfelfogás, ha egyszer bekövetkezik, az alábbiakhoz vezet. Káros hatású orvostudományra, a szexuális ösztönök borzalmas tévútjaira, és a természeti erők szellemi felhasználása révén rettenetes beavatkozásokra a technológiai világban. A szellem nélküli világnézet nem tudná mindezt áttekinteni, és nem tudná belátni, hogy tévúton jár, ugyanúgy, ahogy az alvó ember nem láthatja a betörőt, aki ki akarja rabolni, legfeljebb később veszi észre, hogy mi történt, amikor már felébredt. De akkor ez egy nagyon rossz ébredés lesz az emberiség számára.
mert különben örülni fog a gyógyászati anyagok ösztönös kibővítésének és a gyógyszeres kezeléseknek, és jó érzést tölti majd el a szexuális élet túlhajtott ösztöneinek kiélésében, és dicsérni ezeket az eltévejedéseket, mint az emberfelettiségnek, az előítélet nélküliségnek és az elfoglatlanságnak magasabb fokú formáit. Megérkeztünk a valóságba. Igaz? Íme. Hát ennyit akartam még elmondani, ha csak nincs valakinek még kérdése. Köszönöm. Én arról a szép alkotásról szeretnék ott kérdezni, hogy a falon az az angyal? Igen. David Newbett, Skóciában élő festőművész barátunk, aki 1998 óta szinte minden évben megjelent Ispánkon, kivéve az utolsó néhány évet, heteket töltött velünk, általában Advent vagy Szent Mihály környékén, minden létező üres falfelületet befestett. Őt szeretném felkérni, és ő már tud is erről is, vállalta is, hogy a kápornánkat ő fogja kifesteni. Ezt a múltkoriban küldte. Ez az ember találkozása őrangyalával. Amikor Rudolf Steiner először beszélt arról a pillanatról, hogy az ember a gondolkodás felemelésével a gondolkodásból szellemi látószervet farag magában, mert ez így van, éber, gondolkodó állapotban lépek át, és pillantok bele a szellemi lények világába, akkor először úgy érzi, hogy egy angyalt lát. De nem így van. Ő azt látja, ahogy őt látja az őrangyal. Hát ez lehet látni ezen a képen. Én remélem, hogy ez a taps Makolc Imrének, Rudolf Steinernek és a kápolnának szól. Köszönöm. Zárd le, nem akarom, hogy az nem dobjam el, nem dobom el.